Köszöntöm a nézőket, friss napszemle kezdődik, már is mutatjuk a fontosabb témáinkat. A rendkívüli tanácsülésen újabb beruházásokat foglalt az idei programba a Gyergyószentmiklósi képviselőtestület. A hagyományokhoz hűen szabadtéri szentmisén búcsúztatták el a magyarországi zarándokokat. Kastély nélkül is van élet a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központban, hangzott el kiállítás megnyitón. Több fontos tétel került a beruházási listára a legutóbbi tanácsülésen. A mobilitás tervet is elfogadták, ez hosszú távon több utca teljes felújítását is tartalmazza. A kórház több új gyógyászati eszközt vásárolhat. Háromdimenziós ultrahang készüléket, illetve az urológiára egy másik diagnosztikai eszközt is beszerezhet a városi kórház kormánytámogatásnak köszönhetően. 220 ezer lejt kap az intézmény erre a célra, a beruházást a helyi tanácstestületnek is el kellett fogadnia. A járóbetegrendelők bővítésére vonatkozó tervekhez a meglévő 99 ezer lej mellé még további 24 ezer lejt kellett jóváhagynia a testületnek. A rendkívüli ülésen elfogadták a 2018-tól 2030-ig terjedő időszakra vonatkozó mobilitástervet, melynek célja, hogy kevésbé autós központú, viszont annál inkább emberbaráttá változtassa a várost. Ehhez több forgalmas útszakasz teljes felújítására fog sor kerülni, és nagyobb hangsúlyt kap a tömegközlekedés, és a biciklis közlekedést is fejlesztenék azáltal, hogy biciklisávok, bicikliutak épülnek majd. Elsőként elkészítik az infrastruktúra újratervezésének dokumentációját, járda, zöldövezet, kerékpár és buszsávok kialakításával, utcák egyirányúsításával, automatizált jelzőrendszerek létrehozásával. A fejlesztési terv megvalósításához első fázisban 23 millió lejre lenne szükség. Május 20-ától rendszámtábla és forgalmi engedély nélkül maradnak a sofőrök, ha lejárt a gépjárművük időszakos műszaki vizsgája, és úgy közlekednek a közutakon. Az elkobzott forgalmi engedélyt és rendszámtáblákat a közlekedési rendőrség szolgáltatja vissza a tulajdonosnak, miután pótolta a hiányosságokat. Ez az eljárás nem egyenlő a gépkocsi forgalmi engedélyének törlésével. A gépjármű bejegyezve marad, csupán addig nem lehet használatba venni, amíg nem orvosolják annak okát, amiért felfüggesztették a forgalmi engedélyt. A hagyományokhoz hűen szabadtéri szentmisén köszöntek el a magyarországi zarándokok, most is nagyon sok gyergyói vett részt a búcsúztatáson. A szentmisét Varga Lajos, a Váci Egyházmegye segédpüspöke celebrálta. A Szentlélek teremtő, egységformáló erejéről beszélt prédikációjában a Váci segédpüspök a vasárnap reggeli szabadtéri szentmisén. Még ha egy nyelvet is beszélünk, történetesen mondjuk mindannyian magyarul beszélünk, akkor sem biztos, hogy meg fogjuk érteni egymást, mert ehhez szükséges lenne az, hogy bele tudjunk érezni a mi embertársunknak a gondolatvilágába, az érzelemvilágába, és ha ez az azonosulás létrejön bennünk a másik emberrel, akkor meg fogjuk őt érteni, többé vagy kevésbé. Ha ez semennyire nincsen bennünk, akkor hiába beszéljük ugyanazt a nyelvet, nem fogjuk érteni egymást. A pünkösdi csoda éppen abban van, hogy megértették mindazt, ami benne van az apostoli tanúságtételben, és tulajdonképpen kit értettek meg, igazában véve magát, Jézust. Megértették azt, hogy kicsoda a megváltó, kicsoda az üdvözítő, és a Szentlélek ereje volt az, amely kommuniót, közösséget teremtett abból a sokfajta emberből, amely jelen volt a pünkösdi csodánál. És az Anyaszentegyház élete
ekkor indult el, és a katolikus egyház azóta is összegyűjti a különböző népeket, a különböző embereket, és miután az ő életének a középpontjában Jézus Krisztus áll, mindenki, aki a Szentlélek sugallata által megérti Jézust, Istennek az üdvözítő művét, az csatlakozik Jézus Krisztus titokzatos testéhez, az Anya Szent Egyházhoz. A városvezetés részéről Len Emil alpolgármester búcsúzott az anyaországi zarándokoktól. Tisztelt hölgyek és urak! Most, hogy már visszaútba vagyunk, a napba öltözött boldogasszony oltalmát elnyerő zarándoklatról, és az együttlétnek azokat a pillanatait éljük meg, amikor közös imától megerősödve Kiki a maga hajlékába viszi a somlyói szűzanya védelmének hitét, a megmaradás ajándékát, a további küzdelem feladatát és a visszatérés kötelezettségét. A Szent István plébánia plébánosa azt hangsúlyozta, máskor is visszavárja Erdély és Gyergyó vidéke az zarándokokat. Marián atya tegnap így fogalmazott. Itt akarunk valamit hagyni magunkból. Másrészről el akarunk vinni a kegyhelynek szentségéből. Új erőt szeretnénk meríteni belőle. A lélek erejét, amelyre olynak szükségünk van a hétköznapokban. Kívánjuk számotokra, hogy új erővel, a lélek erejével induljatok haza Erdélyországból, és érkezzetek meg szeretteitek körébe. A 800 zarándok nagy része a Gyergyói medencében szállt meg a pünkösdi ünnepek alatt. A boldogasszony zarándokvonattal érkeztek csütörtök este, és vasárnap a Szent Mise után indultak haza. A főtérről autóbuszokkal szállították őket a vasútállomásra, sok helyi is elkísérte őket a vonatra. Négy hónapot kell várniuk a forgalmi vizsgára az elméleti próba után a Hargita megyében gépjárművezetői jogosítványért jelentkezőknek kellő számú vizsgáztató hiányában. Jelenleg mindössze 5 vizsgáztató van, akiknek ráadásul egyéb teendőik is vannak a szolgálatnál. Emiatt az elméleti próbán sikeresen vizsgázók csupán 4 hónappal későbbre kapnak időpontot a forgalmi vizsgára. Szombatonként is tartanak gyakorlati vizsgákat, májustól alkalmaztak még egy vizsgáztatót, és hamarosan meghirdetik a többi megüresedett állást is. A statisztikák szerint az idei év első 3 hónapjában 3640-en jelentkeztek KRESZ vizsgára Hargita megyében. Hargita megye tanácsa dísztanácsülése keretében adták át az idei Hargita megyéért díjat május 17-én a csíkszeredai Mártonárom gimnázium dísztermében. Ez évben Lászlófi Pál István, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének örökös tiszteletbeli elnöke, a Mártonárom gimnázium volt igazgatója részesült a kitüntetésben. Az esemény ünnepi hangulatát a Merkurium vonós trió előadásai, valamint Jokom Zsolt szavalata fokozta. A sok évtizedes fáradozást, hogy nem csak tudását adta át, nem csak versenyképességre nevelt, hanem emberségre is, nehéz lenne megköszönni, viszonozni. Méltatta a díjazottat Borbolj Csaba, Hargita megye tanácsának elnöke. Lászlófi Pál, tanár úr Pali bácsi. Egy ilyen ember közöttünk, aki nem csak azért dolgozott és dolgozik most is, hogy az oktatásunk legyen versenyképes, hanem azért is, hogy mi tudjunk olyan emberekké válni, akik meg tudjuk hozni a felelős döntéseket. Mindenki a saját helyén, ki egy vállalkozásban, ki egy közintézményben, ki egy egyesületben, akárki az egyház berkein belül. És ezért is döntött így a Hargita megye tanácsa, hogy Lászlófi Pál a díjazottunk ebben az évben. És büszke vagyok arra, és örvendek, hogy Lászlófi Pál urat, Pali bácsit tudjuk díjazni ebben az évben. Azt gondolom, hogy sokan vagyunk olyanok, mint például én, akik nagyon sokat köszönhettünk az elmúlt években a pályán során.
hisz Pali bácsinak a jó atyai intései, megjegyzései, vagy akár Márton Áron idézetei mindig általában olyankor jöttek, amikor úgy nem kaptuk a helyes utat, vagy nem kapjuk, és ezért is nagyon örülök, hogy ezt a munkásságot el tudjuk ismerni, és ez a jó példa ott lehet mindenki szem előtt a továbbiakban is. Lászlóffy Pál István példamutató érdemeit Ferenc Salamon Alpár megyei tanácsos méltatta, a díjat Hargita megye tanácsának elnöke, valamint Bíró Barna Botond alelnök adták át. A nyugalmazott matematika-fizika szakos tanár köszönő beszédében elmondta, az összes pedagógus kollégájával osztozik a kitüntetésben, hisz nem önálló érdeme, hanem mindannyiuké. Azt jelenti, hogy ilyenkor a pedagógus társaimra gondolok, és minden díjat, amit kaptam életemben, mindig úgy vettem át, mint a közösségemnek, amelyikben szolgáltam, annak az elismerését. Sose tudom személyes élményként megélni, hogy ez nekem jár ez az. Mindig úgy veszem át, és ezt hangsúlyozom, mint annak a csapatnak, amelynek tagja vagyok, vagy éppen vezettem azt a iskolát, vagy azt a közösséget, mint a pedagógus szövetség. Csak így tudom átvenni. Most is ez az érzésem, ezért is mondtam a köszöntőmnek az elején azt, hogy, vagy a köszönetemnek az elején, hogy én ezt csak így tudom elfogadni, hogy most is ezt a díjat a Hargita megyei pedagógusok nevében veszem át, nem az én személyes érdemeim. Én nem szoktam másképp csinálni, semmit visszamenve, hisz akkor éltünk, és akkor azt úgy tettük, ahogy jónak gondoltuk. Sokszor kérdezték azt, hogy nem-e kellett, mint ahogy sokan gondolták, diákjaimtól bocsánatot kérni, mikor jött a változás, hogy régen mit tanítottunk. Én azt mondtam, hogy legalább annyit tanítottam régen is nemzettudatról, meg mindenről az átkosba, mind az új világba. Én nem fogok bocsánatot kérni, mert nincs miért bocsánatot kérjek. És ezt én most ezt alapárként fogalmazom meg, hogy tanárnak úgy kell élnie és úgy kell dolgoznia, hogy ne kérni a diákjaitól, ha csak lehet bocsánatot kérni semmiért. Mert akármilyen kemény az élet, egy tanárnak a jelzései megvannak, hogy értesse meg a gyermekekkel, hogy mi az, amit mond, mi az, ami az igaz, és mi az, amit kell mondani esetleg. Tehát mindenkinek megvolt a múltban is a lehetőség arra, hogy igazat mondjon. Persze, hogy nehezebb volt azt kimondani, persze, hogy másképp kellett azt mondani, de akkor is meg kellett tenni, mert nekem az az elvem, hogy az a gyermek mindig akkor van a kezed, amikor iskolás. Amit ott elrontottál, azt nem lehet többet helyrehozni. Hát ezért nagy a mi felelősségünk, hogy az a gyerek, aki aktív pedagógus kezében van, az nagy felelőssége tartozik a szülők iránt, és a gyermek iránt. Mert ha valamit elront, mondom, nagyon nehéz azt kijavítani. És én így éltem rá az életemet, kijöttem az óráról, mindig arra gondoltam, hogy mit felejtettem el, mit kell mondom még csinálni. Tehát állandóan én aktivizáltam magam, és mindig kerestem azt, hogy ha valamit elfelejtettem, pótoljam be a következő órán, vagy a következő órákon. És a másik pedig az, hogy én ilyen családcentrikus ember fajta vagyok. Én iskolát is, pedagógus szövetséget is családmodellként vezettem. Ezt sokan megmosolyogják az ifjúság közül is, de mert az idősebbek is, hogy az öreg már csak a családról beszél. Én állítom, hogy minden nagy filozófia dacára ennél jobb modellt még nem talál ki senki ezen a földön. Ezt lehet javítani, de megtagadni, a családot felrúgni, ezt nem szabad. A továbbiakban dr. Farkas Balázs első beosztott konzul, Boruss Siklódi Botond az RMPS elnöke, Ferenc Salamon Alpár, Tamás Levente, a Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium igazgatója, illetve Zalai Mihály, Békés megye önkormányzatának elnöke méltatta a díjazottat. A rendezvényen részt vett Hargita megye két testvérmegyéje, a magyarországi Békés és Pest megye küldöttsége is. Hitelért kezeskedne a kormány tanulmányaik folytatása idején a munkanélküli fiataloknak. Legfeljebb 40 ezer leértékű hitelt kaphatnának, amelyért 80%-ban az állami garancia alapból kezeskednének, és a kamatot teljes egészében az állam támogatná. Erről a kormány törvényprogramjában közzétett jogszabálytervezet rendelkezik. A hitelhez való hozzáféréshez a fiataloknak nem szükséges jövedelemmel rendelkezniük, a kamatot az állam fedezi. Az 5 éves futamidejű hitelt a fiatalok szükségleteire lehet fordítani, oktatásra, egészségügyre, kultúrára és sportra költhető a pénz. A Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ 2013 utáni művésztelepeinek anyagából nyitottak meg kiállítást a ProArt galériában péntek délután.
A Pincétől a Padlásig című tárlat nem véletlenül kapta ezt a megnevezést, hisz a galéria épületének mindhárom szintjén alkotásokat tekinthetett meg a látogató. Közel 160 művész alkotott a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ 2013 utáni táboraiban, és bár az intézmény kiszorult a Lázár kastély falai közül, így is számos munka született. A 14. Hargitai Megyenapok rendezvényeként ezeknek egy töredékéből állítottak össze kiállítást. Ezt a ProArt Galéria három szintjén tekinthették meg az érdeklődők. A pincében, a középső kiállítótérben, illetve a padláson is alkotások várták a látogatókat. Barti Tihamér Hargita megye tanácsának alelnöke a kastély utáni tevékenység és a kiállítás létrehozásának fontosságát emelte ki. Gyergyószék egyébként művészeti szempontból egy nagyon gazdag és szerencsés helyzetben van. Ha körbenézzünk a falvainkon is, nagyon sok művészt adott Gyergyószék és vonza is akár a Szárhegyi Kulturális Művészeti Központnak a szervezésében azokat a művészeket, amelyek nemzetközi szinten is sokat felmutattak. Azt hiszem, hogy ezt az adottságokat, ezt az erősségünket, ezt minél inkább ki kell tudjuk aknázni. Nagyon fontos az, hogy Gyergyószent Miklóson is van kiállítás, de ugyanilyen fontos, hogy máshol is meg tudjunk mutatkozni. Gyergyószent Miklóson is, illetve Gyergyomedencében azért fontos, hogy mindannyian magunkénak érezzük a művészeti központot, a művészet élet iránti befogadókészségünk az egyre gazdagabb és nyitottabb legyen. Házigazdaként Jeszenszky Melinda szólt az egybegyűltekhez. Egész életemben arra vártam, hogy ez a galéria belépjen a 21. században. És azt gondolom, hogy ezzel a kiállítással belépünk a 21. században. Olyan szintű kiállítás a pincébe, ezek a filmek, meg maga az installációk, ahogy elhelyezték, én nagyon szépen kérem mindenkinek, hogy vigyék a hírét ennek a kiállításnak, mert én azt gondolom, hogy én nem tudom, hogy egyébként kiállítás volt, de nem tudom vissza. A szervező intézmény művészeti vezetője Ferenc Zoltán beszélt a tárlat anyagáról. Most három különböző részre bontottam a kiállítást. Négy részre kellett volna bontsam, a festmények része az sajnos kimaradt, hogy a hely nem tette lehetővé azt, hogy összevegyítsen a munkákat. Amit fontos tudni most, jelen pillanatban a mostani irányvonalról az intézménynek az az, hogy két fő irányvonalat képvisel most az intézmény. Az egyik ez, amit most itt láthatnak, egy teljesen kortárs, szemléletű, inkább konceptuális vonalnak nevezném én, inkább szeretem konceptuális vonalnak nevezni ezt, ugyanis hát pontosan 100 éve annak, hogy Malevics Oroszországon megfestette a fekete nézetet, és nagy megdöbbentést váltott ki, és teljesen új irányvonalat indított el a művészetben, ami azt jelenti, hogy a fizikai bemunkáláson túl, vagy a szakmai, hát nevezzük festésen túl, sokkal fontosabb maga a koncepciója egy műnek, hogy mi van benne, nevetes szellemi tartalom, mint hogy ki milyen szinten tud rajzolni, vagy festeni. A Szárhegyi Művészeti Központ kiállítása ezúttal két fő irányvonalat képvisel. Egyrészt a hagyományos művészetet, amelyet örökségül kaptak, másrészt az újfajta szemléletet igénylő kortárs vonalat. Ezen a kiállításon főként a kortárs alkotásokat láthatják az érdeklődők. A tárlat június 6-áig tekinthető meg a ProArt galériában. Gyergyószent Miklóson vendég szerepel a budapesti Feledi Project, a Psziché, a beteljesületlen szerelem és a ragaszkodás tragédiája című darabot holnap 19 órától tekinthetik meg az érdeklődők a Művelődési Központ színház termében. A Veres Sándor műve ihlette előadás egy különös és féktelen szabadságvágyal megáldott nő kétségbeesett küzdelmét mutatja be a szerelem és az élet teljességéért. Jegyek ára 15 lej, diákoknak, nyugdíjasoknak és csoportkedvezménnyel 10 lejbe kerül.
Háttérbe szorítják a hagyományos termékek iránti keresletet a nagyobb üzletláncok és az alacsony árak. A természetes alapanyagból készült termékek azonban sokkal egészségesebbek, és a hazai gazdaságot is erősítik, mondják a termelők. Egymás mellett sorakoznak az Incsiklandó füstölt házi kolbászok, és a házi kenyér is megvásárolható hozzá, de különböző sajtfélék, házi készítésű szörpök és méz is kapható a helyi termelők vásárán. Sokan kínálják természetes alapanyagokból készült termékeiket. Fontos, hogy helyi terméket fogyasszunk, legyen az hagyományos vagy kisebb helyi cégtől származó termék. Ezáltal ugyanis támogatjuk a helyi gazdaság fejlődését. Ugyanakkor az is fontos, hogy egészségesen táplálkozzunk. Romániában egyre többen próbálják meg saját termékeiket értékesíteni. Ildikó többek között cseresznye, málna, havasi fenyő és akácmézet kínál a vásárlóknak. Aposomék, férjem és jó magam foglalkozunk. A gyártástól palackozás, elárusítás, marketing, mindennel egy igazi családi vállalkozás. A házi készítésű termékek egészségesebbek is, mint amit a boltokban meg lehet vásárolni, mondják a termelők. Már a gyümölcs is vegyszermentes, a termékek is adalékmentesek, tehát nincs zselatin, meg ilyesmi, tehát 75%-80% gyümölcsből készülnek a lekvárok, és cukorral, meg cukormentesen is, gondolván a cukorbetegekre, és nem csak. A legfrissebb statisztikák szerint Romániában a vásárlók mintegy 76%-a az árak alapján hozza meg a döntését. Ez azonban nem helyes, mondja egy helyi sajtfeldolgozó vállalat képviselője. A vásárló hazai terméket kellene vásároljon a nagyáruházból, hogy a pénz itthon maradjon. Ellenkező esetben a pénz kivándorol, és 18 éves korukban gyerekeink utána mennek rabszolgának. Éppen ezért arra kérem a fogyasztókat, hogy hazai terméket fogyasszanak. Ha egy tejtermék címkéjén azt írja, hogy növényi protein, akkor egyértelmű, hogy az akkor látott tejet, amikor felpakolták a kamionba, és az találkozott egy tehéncsordával. De ezekkel a külföldi termékekkel vagyunk versenyben, mert fél árban megvásárolhatók. Elmondta, egyik közkedvelt sajtfélének az előállítása 29 lejbe kerül kilogrammonként számára, ilyen körülmények között pedig egyre nehezebb felvenni a versenyt a nagyáruházakban kínált, gyengébb minőségű, de félárból megvásárolható termékkel. Lássuk röviden még egyszer a nap fontosabb híreit. A rendkívüli tanácsülésen újabb beruházásokat foglalt az idei programba a Gyergyószentmiklósi képviselőtestület. A hagyományokhoz hűen szabadtéri szentmisén búcsúztatták el a magyarországi zarándokokat. Kastély nélkül is van élet a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központban, hangzott el kiállítás megnyitón. A látogatóval folytatódik műsorunk. Köszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!